Bozsó János 1998. december 14-én 76 éves korában távozott az élők sorából. A Klapka utca 34. szám alatti Bozsó gyűjteményben meghitt gyertyagyújtással idézték fel a Munkácsi díjas magyar festőművész, műgyűjtő és múzeum alapító emlékét. Lórend Klára, a gyűjtemény vezetője, Bozsó János régi festőeszközeit is megmutatta. Bozsó János 1948-tól volt rendszeres résztvevője a helyi képzőművészeti tárlatoknak. Életében az 1957-es év hozta meg a sikert, amikor kiállítása nyílt a Kecskeméti Katona József Múzeumban. Itt fedezte fel őt a Nemzeti Galéria akkori igazgatója. Festői indulásával párhuzamosan értékmentésbe is kezdett. Ahogy csendéleteihez népi kerámiákat keresett, látta, hogyan pusztulnak, kallódnak, a ritkaságnak számító népművészeti remekek. Végül munkája révén 1979-ben megnyílt a Bozsó gyűjtemény a Klapka házban.